Pontosan éjfélkor nyílt fel a Sorompó a horvát-magyar határon Letenyénél, ahol a szomszédország külügyminisztere és magyar oldalról a megyei és a térségi vezetők találkoztak. Ezzel az ünnepi eseményen jelezték, hogy Horvátország csatlakozott a Schengeni övezethez, így január 1-től megszűnt az ellenőrzés a határon. Ünnepeltek a határszakasz másik végén, a Baranya megyei udvar átkelőjénél is. Horvátországban éjfél óta az euró a hivatalos fizetőeszköz. Az éjfél előtti utolsó másodpercek, amikor még a lezárt sorompók előtt várakozott a két ország delegációja a letenyei átkelőn. Éjfélkor felemelkedett a sorompó, és azzal, hogy a vezetők köszöntötték egymást, meg is szűnt a határellenőrzés Horvátország és Magyarország között. Horvátország 10 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, mondta a horvát kül- és európai ügyek minisztere. Ezután a stratégiai célunk az volt, hogy csatlakozzunk a Schengeni övezethez. 6 évet vártunk erre, hogy sikerüljön. A csatlakozástól egyértelműen azt várják, hogy fellendülnek a két ország, és elsősorban a határhoz közeli területek kapcsolatai. A Horvátország a Schengeni övezet része lett, és mától az euró övezet része, ugye ez egy másik dolog, mint a Schengeni dolgot ünnepeljük. Én azt gondolom, hogy itt a gazdasági, kulturális sport és turizmusban is látok nagy fejlődési lehetőséget. A magyar és a horvát oldal még szorosabban együtt tud dolgozni, nem csak a projektek kapcsán, hanem a turizmus területén, illetve a munkahelyek kapcsán, és erre már volt, illetve van példa Letenyén. A valamivel több mint 340 kilométeres határszakasz másik végén a Baranya megyei udvar átkelő helyén is ünnepelték az ellenőrzés megszűnését, kicsit szerényebb körülmények között, itt a szomszédos megyék rendőrei köszöntötték egymást. Azzal, hogy megnyitottuk a határainkat, már gyors módon lehet eljutni egyik országból a másikba, mondta az eszék baranyai rendőrfőnök. A turistáknak is sokat jelent, hogy a határon már nem kell megállni és felmutatni az okmányokat. Éjfél előtt még az utolsó autót ellenőrizték, de 0 órától a sorompókat már nem zárták le. A határon szabadon át lehetett hajtani. A szabályok szerint egyébként a határól az összes, az átjutást akadályozó építményt, így a pengés drótos kerítést is el kell majd bontani.